Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a 2020-as és a 21 es színházi évadban. Két felnőtt, egy pódium, és három gyermekbérlettel várjuk a kedves érdeklődőket itt a Babics Mihály Kulturális Központ színháztermében. Elsősorban olyan darabokat választottunk, amelyek meghitt pillanatokat és szórakoztató perceket okoznak majd, mind a színpadnak, a túloldalán lévőknek, és mind pedig a közönségnek egyaránt a tavalyi és a korábbi évekhez hasonlóan azt gondolom, hogy lehetünk magabiztosak, és mondhatjuk azt, hogy egészen biztosan szép élményekkel térhetnek haza, akik ellátogatnak ide a Babics Mihály kulturális központ rendezvényeire. A bérletvásárlása kapcsolatban szeretném tájékoztatásul elmondani önöknek, hogy a 2019 és 20-as évadban a bérlettel rendelkező látogatóink megújíthatják a helyeiket, amennyiben ugyanarra a bérletre és ugyanarra a székre szeretnék megváltani a bérletüket. A bérleteknek a megújítási ideje az 2020. augusztus 17-én 14 órától kezdődik, és augusztus 31-ig fog tartani 20 óráig itt a kulturális Központ jegypénztárában. Második lépcsőfokban a múzsa, az orfeum és a pódium bérletekre új bérletesek jelentkezését várjuk. 2020. szeptember 1-től 2 -től 14 órától lehet az új bérleteseknek jelentkezni a Kulturális Központban, és megtehetik mindezt szeptember 22-ig, kedd 20 óráig válthatják meg a bérleteiket. Harmadik lépcsőfokban pedig a szabad jegyeket fogjuk értékesíteni. Azokat a a jegyeket és előadásokra, akiknél még nem telt be a bérlet, nem újították meg, vagy nem vettek új bérletet, szabad jegyeket lehet majd vásárolni. Kérem, hogy a szexárdagóra.hu címen, vagy pedig itt személyesen a Kultúra és Központ jegypénztárában tájékozódjanak majd a jegyáraktól, de azt a jegyárakról. Összességében azt mondhatom, hogy a múzsabérlet négy előadást fog tartalmazni, a legénybúcsú előadást, amelyet ugye tavaszi időszakból fogunk a koronavírus miatt most bepótolni majd ősszel. Lesznek a becéző szavak az Orlai produkció előadásában, Fekete Szárú Cseresznye a József Attila Színház előadásában, ez is egy tavaszi pótlás. Lesz az Oroszlán télen az Orlai produkció előadásában. Az Orfeum bérletről, hogyha néhány szót mondhatok, akkor mindenképpen a figyelmükbe szeretném ajánlani a tündérlaki lányokat. A Zente Ferenc Színház előadásában kerül majd megrendezésre. Ez is egy tavaszi időszakból egy pótlás, most majd az őszi időszakban. Lesznek a primadonnák a budapesti játékszín előadásában, lesz az osztrigás, mici a turai idaszínház előadásában, tortúra a karinti színház előadásában. A pódium bérletben pedig láthatják Gina és Fidel a Spirit Színház előadásában. Aztán a nemzet csalogánya Blaha Luiza élete alapján a Turai Ida Színház előadásában. Majd Pataki Éva nőkből is megárt, Manna produkció Budapest, és a szabad előadásaink pedig úgy fognak kinézni idén, hogy Csányi Sándor színházi estje, avagy miért ne próbáljuk megérteni a nőket címmel, aztán lesz a páratlan páros a Bánfalvi stúdió előadásában, majd a francia rúdugrás, az Orlai produkció és a Manna produkció közös előadásában, és természetesen, ahogy említettem, kiváló gyermek előadásaink lesznek, mindannyian tudják, hogy számunkra nagyon fontosak a családok és a gyermekek, úgyhogy idén sem fogunk megfeledkezni róluk. Itt három bérletet fogunk majd kínálni a gyermekeknek. Ovodás bérlet, kisiskolás bérlet, és lesz egy kisiskolás plusz bérlet harmadiknak. Szeretném elmondani önöknek, hogy látható lesz a Hófehérke és a Hét Törpe a Turai Ida Színház előadásában. Aztán Kiserdei Krimi Kaland című előadásra hívjuk önöket. Aztán a Világ szép asszony, a Nektár Színház előadásában. Majd Csukás István, süsű a sárkány a Hadart Színház előadásában. Ilyen kiválóbb,nál kiválóbb színházi élményekkel hívom Önöket ide a Mely Kultúráis Központba. Kívánom, hogy érezzék jó magukat, érezzék otthon nálunk magukat, és felhőtlen színházi élményeket és kikapcsolódást kívánok mindannyiuknak.